Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Pirkadat Extra mai vendége az összes médiába tárt karokkal várják, Darvas István rabbi. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sajnálom, hogy egy érdekes ügy kapcsán kerestük föl, holott tévénk létezése óta ön a fő támogatónk, hisz rabbi annyit nem tett értünk, illetve a nézőkért, mint ön. Párhuzamot szeretnék vonni, 2003-at írunk, és volt egy nyugdíjas országos főrabbi, aki a zsinagógáját elhagyva a közösségevel együtt először egy sofárklubba kapott menedékhelyet, utána meg az erőműfáz, ami itt van a fejünk fölött, ott tartotta meg a péntekesti kidusait, hisz az emberek mentek utána, nem volt nekik hol fogadni őket. Nem ugyanez történik, hogy ön, aki az elmúlt 20 évben hatalmas karriert futott be, és a fiatalok között az egyik legaktívabb ember volt, és közösséget épített, most másképp gondolja a világot? Illetve hogy gondolja a világot? Hát jelenleg nekem ilyen reményeim vannak inkább, és erről röviden tudnék beszélni, és ez a remény az, hogy fel tudok építeni, létre tudok hozni egy olyan közösséget, amelyik önellátó. És utána ez egy önellátó és minden szervezettől független neológ zsidó közösségként tud működni. De hát ma az ország számomra egyik legkedvesebb zsinagógájának a rabbia, hisz a nézők tudják, hogy amikor serdülő fiatal voltam, ugyanannak akkor még nem egyetem volt, hanem főiskola hallgatója voltam, és ez tulajdonképpen az intézménynek a minta zsinagógája. Ön évekkel ezelőtt oda került, jöttek önnel a volt hívei, mindenhova követik önt. Mivel van baj a zsinagóga fizikai állapotával, vagy valami ideológiai állapottal, vagy önálló szeretne lenni, mert... Az egyik fő szempont ez a harmadik, hogy szeretnék önálló lenni, ez már az avatásom előtt nekem egy vágyam volt, és egy olyan vágy volt, ami ezt az elmúlt 15 évet végig kísérte, nem mindig ugyanolyan aktívan, hanem csak úgy, hogy mindig időről időre eszembe jutott. És ami, hát ez most elindította, hogy most jött el ennek az ideje, hogy ezt megpróbáljam, az elsősorban az a közhangulat, ami így a magyarországi zsidó közösségen belül uralkodik, mert szerintem ez nem igazán teszi azt lehetővé, hogy az ember a feladatára tudjon koncentrálni, arra a feladatára, amire azt választotta, hogy ő rabbi lesz. Ugyanis én egy fajék egyszerűségű ember vagyok, és akkor, amikor ezt a hivatást választottam, akkor arra gondoltam, hogy majd tanítani kell, imádkozni kell, közösséget kell szervezni, adott esetben az emberek örömében osztozni és a bánatát enyhíteni, és tulajdonképpen valahogy nekem az volt a képem, hogy egy ilyen életpálya vár rám, és aztán az elmúlt 15 év az bebizonyította, hogy nagyon sokszor olyan szerepbe kell egy rabinak helytállni, ami egész egyszerűen szerintem nem feltétlenül egy rabinak való. Közéleti kérdésekben úgy megnyilvánulni, hogy akármit is mond, az biztosan valamilyen, értsd alatt, a hitközségi politikai üzenetet kap, és nagyon nehéz úgy fogalmazni, illetve egy olyan gondolatot átvinni, ami mindig a szakmaiságot tűzi ki fő céljának. Egész egyszerűen, ha az ember mond valamit, akkor az olyan most az egész kontextus, egyébként nem csak a zsidó közösségen belül, hanem ez világjelenségnek tűnik, hogy annak rögtön egy politikai üzenete lesz. Holott ha valaki nem politikai üzeneteket akar megfogalmazni, egyszerűen csak a véleményét akarja függetlenül elmondani, akkor egy olyan feladatot vesz a nyakába, aminek jelen állás szerint úgy tűnik nekem, hogy nem tud eleget tenni, csak akkor, hogyha minden értelemben rabbiként legalábbis függetlenné válik. De a mostani lépés, amit én maximálisan meg tudok érteni, és szerintem minden embernek az érzését tiszteletben kell tartani, akkor is, ha egy rabbi. Itt van a koronavírus, napi 24 órát dolgozott, azzal a jeligével, hogy pikuach nefes, és vitte ki az embereknek a legkülönbözőbb védőszereket,
és tényleg iszonyul a helytáll, utálok szembe dicsérni, de minden tiszteletem. Most, amikor az ön függetlenségének a lépései a különböző lapok címoldalaira kerülnek, ezzel lerántva egy leplet, egy vélt, helytelenül működő szervezetről, ami nem más most jelen esetben a lapok szerint és a média szerint, mint a Magyar Zsidóság Ernyő szervezete. Akkor nincs különleges érzése, vagy amikor én párhuzamot vonok Schweitzer József főrabbi, aki nekem professzorom és rabbim volt, de tulajdonképpen ő is a hátára vette a közösségét, és házalt velük, és klubokba kéreckedett be, és ott próbálta őket közösségbe tartani, és elkísérték őt a harmadik emeletre, és az erőműfházba, és szabadkor ott másztak a lépcsőn föl, hogy a könnyeim hullottak, amikor láttam őket, de nem akartak szombatot szegni, és ezt tették. Tehát önnek mégis van egy 15 éves tapasztalata, és politikusokat is, és politikát is túlélt már. Akkor az időzítés ön szerint most jó? Bizonyos szempontból egy ilyen időzítés soha nem jó. Mert akkor, amikor picit nyugodtabb időszakok vannak, ha egyáltalán volt érdemben sokkal nyugodtabb időszak az elmúlt 15 évben, akkor ezt mindegyikről el lehetett volna mondani, hogy valamiért nem jó. A Covid az a közösségek életében egyébként egy új lehetőséget is teremtett, hogy tudunk közösségeket működtetni, az elmúlt fél évben bizonyította, átmenetileg legalábbis online térben. Gyakorlatilag ameddig ez a pandémia van, addig online térbe kényszerülünk, tehát ennek ilyen érdemi jelentősége nincsen. Az én vágyam az az, hogy akkor, amikor ennek vége lesz, akkor már addigra sikerüljön előállni egy olyan alternatív megoldással, ami a közösség minden olyan tagjának, aki csatlakozni szeretne, egy lehetőséget ad, hogy tudjon csatlakozni. Tehát az, hogy ez mikor jó, meg mikor nem jó, az gyakorlatilag ez jelen időben soha nem jó. Hogyha ezt 5 éve lépem meg, vagy 5 év múlva, akkor is biztos, hogy érintett volna embereket, és rosszul érintett volna embereket, és úgy tűnt volna, hogy ez egy ilyen-olyan érzékenységet sért. Nincs ideális ideje ilyen szempontból a távozásnak. Én csak azt remélem, hogy ennek a távozásomnak, illetve az, amit én építeni szeretnék, annak viszont lesz olyan súlya, meg olyan öröme az embereknek, ami ezt a mostani rossz érzését azoknak, akiknek rossz érzése van, felettet, itt tudja majd. De ez a jövő zenéje. Értem. És akkor egy pillanatra nézzük, mert használjuk ki, hogy itt van ön az Országos Rabbi Képző Intézetnek, illetve annak az utód intézményének a főtitkára, ami nem egy egyszerű dolog. Milyen annak az intézménynek a főtitkára lenni, ahol valamikor eminens diák volt, és az egy kicsit más idő volt, mint napjainkban? Természetesen más idő volt, és én azt az időt is szerettem, meg megpróbálom ezt az időt is szerethetővé tenni. Ugye akkor, amikor az ember már nem hallgató valahol, hanem ilyen-olyan módon az intézményben dolgozik, akkor egy kicsit más már a feladata. Amit én ott feladatomul tűztem ki, az tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve három dolog. Az egyik, hogy szeretném, hogyha ennek az intézménynek a legalábbis az épületnek a fizikai állapota az olyan irányba induljon el, hogy az odajövő hallgatóknak, az ott tanító embereknek egy sokkal kényelmesebb tér legyen. Ez az egyik fő feladatom. A másik az, hogy azoknak a kollégáknak, akár akik tanítanak ott, akár a technikai személyzetnek, az adminisztrátoroknak a lehető legjobb munkafeltételeket biztosítani, ez a másik dolog. És a harmadik, amit ön említett már, ez a 15 éves rabbi tapasztalatom. Úgy érzem, úgy látom, hogy a rabbiknak, a rabbi jelölteknek tudok olyat tanítani, ami számukra hasznos lehet majd a pályájuk során. Tehát itt elég erősen körülhatárolt az a feladat, amit én magamra vettem, és igyekszem ennek eleget tenni. Tehát elképzelhető, hogy fognak született zsidó rabbik, mert hogyha én jól tudom, de javítson ki, ha én úgy emlékszem, hogy a zsidóság az nem egy misszionárus vallás, tehát nem fő feladata, hogy betérítsen embereket. Igaz, tanulva a gyermekeimtől nem szabad senkire, mert én a gyerekeimtől tanulok fölemlegetni, hogy ő egy gér, mert akár lehet gércedek is, de
nem lehet, hogy lassítani kéne, és inkább egy kicsit magunkban nézni, és megnézni, hogy, hol tartunk, vagy ez azzal a veszéllyel járna, hogy akkor mi is odébb lépnénk, tehát... Amennyiben jól értem a kérdést, akkor erre csak azt tudom válaszolni, hogy a zsidóság legalábbis az én véleményem szerint mindig azt nézi, hogy valaki zsidóként hogyan teljesít, hogy hogyan tartja a micvákat, hogy mit kezd a hagyománnyal, hogy mennyire erősen kötődik a tanultakhoz, eleve, hogy mennyit tanul, és itt nem elsősorban annak van szerepe, hogy milyen házból jött, hogy milyen jihusza van, milyen előkelő, zsidó értelemben előkelő családból származik valaki, hanem egyedül a teljesítmény számít. És éppen ezért akkor, amikor hallgatókat fölveszünk, itt nem ez a szempont, hogy tradicionálisan élő zsidó családból jött, hiszen az lenne a fő szempont, akkor azért Magyarországon nem nagyon sok ember tudnánk fölvenni. És mindenkinek, akár betért, akár született zsidó, ahogyan tetszett mondani, ugyanazokat a lehetőségeket biztosítjuk, és ugyanazt próbáljuk megtanítani, hogy próbáljanak meg a lehető leghasznosabb tagjai lenni a közösségnek, illetve próbáljanak meg a legelkötelezettebb és leghagyományhűbb zsidók lenni. Tovább szemtelenkedek, ha megengedi. A lelkiismerete, ha most egy ilyen átvilágító géppel be tudnák menni a fejébe, akkor... Én amennyire ismerem ön gyermekkora óta, én azt hiszem, vagy úgy érzem, hogy ön azért belül könnyezik, hogy ezt a lépést meg kell tenni. Rosszul látom? Nem, borzasztóan ezen tudnék magammal kapcsolatban egy olyan mondatot elmondani, hogy könnyezik belül a lelkem, de ez természetesen egy nehéz döntés. Ez egy nehéz döntés, ami nyilvánvalóan megvisel, és ugyanakkor pedig azt látom, hogy tehát szükségszerűnek gondolom, és azt gondolom, hogy tudok valami olyat létrehozni, ami jobb lesz annál, mint amit most tudok én személy szerint csinálni. Nincs elég hatalma és rálátási lehetősége a szövetségen belül? A hatalmam az egészen biztos nincs, rálátásom az talán túl sok van, és ezért de az elmúlt 15 év az bebizonyította, hogy az, amit én mondok, és ahogyan mondom, és ezen nyilván majd változtatni kell, egyszer talán felnövök ez a feladathoz, az nagyon kevés éri el az embereknek az inger küszöbét. Tehát én időről időre megfutottam ilyen-olyan vitákat. Valahogy én mindig azt próbáltam szem előtt tartani, hogy egy vitában nem a másiknak a megsemmisítése az elsődleges cél, hanem hogy érveket mondani, hogy hát ha sikerül meggyőzni. És ilyen szempontból az elmúlt 15 év az nagyban, szervezeti szinten nekem egy totális kudarc, mert egész egyszerűen nem értem ingerküszöböt, szűkebben, tehát a szűk saját közösségemben ott vannak sikereim ilyen értelemben, tehát hogy voltak olyan helyzetek, amikor emberek belátták, hogy nem haszontalan, amit mondok, de a közösség szempontjából tágabb értelemben ilyen siker nem volt. Emberek százezrei nézték annak idején, amikor kezdtem az ATV-n a heti szakaszt, tehát ön eljutott az emberek szívéig. Lehet, hogy nem az ön zsinagógájába mentek a beszédeit végighallgatni, vagy nem együtt örömködtek önnel, de közelítette őket a saját gyökereikhez, és elég sikeresen. Így aztán én vindikálom magamnak a lehetőséget, hogy ne búcsúztassam, hanem arra kérjem, hogy ugyanúgy, mint idáig is támogatta a munkánkat, jövőben is támogassa, mi meg mindent megteszünk, hogy el ne merje senki felejteni, hisz ez egy missziós munka, amit végez, példamutató. Azt, hogy ennek itt volt az ideje, vagy nem, annak senki nem jogosult, ezt majd jövő Jankipurkor ön elintézi az örökkévalóval, gondolom. És tartsuk tiszteletben mindenkinek a döntését. Az embereket meg arra kérem, hogy ne ítélkezzenek túl hamar, és ne gondolják, hogy egy süllyedő hajóról. Egyszerűen a rabbi úgy gondolta, hogy nem akar elsüllyedni, hanem lehet, hogy építő jellegű ötletei vannak, és tudják, a kritika építő jellegű, akkor lehetőséget kell adni rá. Elnézést a párhuzamért, de Schweitzer József ugyanabból a zsinagógából ment el a közösségével egy hosszú útra, azóta az igazak kávéházában most föntről nézi, hogy vajon ő milyen sikerrel fog elindulni ezen az úton. Mondhatnám, hogyha a kipa rajta lenne a fejemen, hogy az örökkévaló segítse a munkáját, és mindenki, aki most lát minket, én biztos segíteni fogom, és hogy ne sokan haragudjanak meg a lépéséért.
Igen, igen, természetesen ez fontos. Én inkább megfordítanám, hogy majd egy idő múlva sokan örüljenek ennek a lépésnek. Azt mondja nekem, hogy és mikor lesz az első Isten tisztelete, mibe gondolkozik egy lakászsinagógába visszamenve a múlt századra? Az se eltávol tőlem, mert itt az őszünnepi időszak bebizonyította, hogy ennek vannak szépségei az ilyen típusú lakászsinagógáknak, mert valahogy úgy hozta az élet, hogy hasonlóban volt lehetőségem jelen lenni. És a villanyszámlát majd a hívők összedobják, mert arról is beszélt, az önellátásnak ez a, az önellátásnak ez a, igen, ez az egyik fontos és egyben kritikus része, hogy ott a villanyszámlát, a kidust, azt a hívőknek kell összedobni, igen. Na de ön egy családos ember, és nem árok el titkot, azt mondom, hogy több emberről kell gondoskodnia, akkor... Valóban, és én természetesen mindent meg fogok tenni, hogy, hogy keressek pénzt, és dolgozni fogok, természetesen. Ugyanakkor azért arról sem szabad elfelejtkezni, hogy, akkor, hogyha egy családban élünk, akkor hál' Istennek ez a 20. század második felében már lehetővé tette az asszonyoknak is a részvételt, tehát hogy mi egy családot alkotunk, és gyakorlatilag kitöltönök akkor, amikor... el az emancipáció, tehát... Hát gyakorlatilag ez nem nálunk tört ki, ez azt hiszem, hogy világjelenség, és több lábon áll a család ennek köszönhetően, tehát nem kizárólag az én fizetésem, nem nekem kell eltartanom, hanem én részesség vagyok az eltartóknak. Értem, és ha már megvan a villanyszámla, meg megvan minden, akkor minden rendben lesz? Meglátjuk. Én több lehetőséget is végig gondoltam, meglátjuk, hogy mit lehet felépíteni. Lehet, hogy csak egy lakászsinagógát lehet, ahol összejövünk és imádkozunk heti rendszerességgel, vagy akár többször. És egyébként meg ezt azt gondolom, hogy ennek nincs objektív akadálya, hogy ezt megcsináljam. Túratekercsünk van, lelkes emberek vannak, imakönyvek vannak, villanyszámrát azt össze tudják dobni. Ha esetleg ennél valami nagyobbat tudnék összehozni, az örömmel töltene el. Mifelénk azt mondják, hogy bederek hatzlaha, és sok sikert az útra, és köszönöm, hogy itt volt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, a Pirkadat Extra vendége volt, ma minden televíziónak az álma, hogy Darvas Istvánt be tudja mutatni a nézőknek, aki elszánta magát, és ha egy embernek a lelke parancsot ad, akkor nincs, aki megállítsa. Itt csak azt mondhatjuk, hogy bederek hatzlaha, sok sikert az úton, és mi mindent telhetőt megteszünk, hogy könnyebb legyen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk.